A virágvasárnapi szentmisét megelőzően a Martonosi templom előtt megszentelték a barkát. A tavaszt kezdetekor a megszentelt barka a magyar néphagyomány szerint védelmet nyújt a rontás, betegség, vihar, jégeső ellen. Minden hívő visz ilyenkor az otthonába a megszentelt barkából. Vigyázza a házat, ahol jószág van, ott is szoktam adni, hogy ők is valamikor tesznek bele a vízbe, és akkor beáztatják, és akkor annak is jó. Így tanultam még édesapámtól is, meg apai nagymamámtól is, hogy régen is a jószágoknak is beáztattak egy pár barkát a vízükbe, és akkor aztán úgy jobban lettek tőle, ha valami betegség vagy bármi volt akkor. Megvédi a házat a csapásoktól. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe a kereszthalála előtti vasárnapon. A szellemi értéke bevonulásának ugye azt emeli ki, hogy bejött a városába és bevonul a templomba ünnepélyes formában, és a nép rákérdez, kicsoda ez, hogy ennyire dicsőítik pálmaágakkal, lengedezve énekkel, köntösüket leterítették a szamárlába alá. Kicsoda ez, hát ő a Jézus, ő a Messiás. A nagy héten hétfőn, kedden és szerdán nincs különösebb szertartás, aztán nagy csütörtökkel a Szent Háromnap veszi kezdetét.